Következő vendégem Holoda Attila, jó reggelt kívánok, jó reggelt. Korábbi energetikai állampolgár, államtitkár, jó reggelt. Ez se lenne rossz titulus egyébként. No, pont arról beszéltünk itt néhány másodperccel a hivatalos beszélgetés megkezdése előtt, hogy ugye minél többet beszélünk Paksról, vagy Paks 2-ről, olyan, mintha egyre több kérdés, vagy kérdőjel alakulna ki, vagy merülne fel. Miért mondom ezt? Azért, mert ugye a hírekben, amikor azt olvastuk, hogy Putyin látogatása apropóján nagyon sokan, valószínűleg nagyon sok újságíró is számított arra, hogy majd szóba kerül a sajtótájékoztató, hogy most Paks 2-vel kapcsolatosan hogyan is állunk, tulajdonképpen ezt a témát kerülték. Ennek az okát tudjuk, vélelmezzük, hogy mi lehetett? Hát azért azt szokták mondani általában, hogy az is nagyon sokat mondó, hogyha valamiről nem beszélünk, miközben mindenki azt várja. Én úgy gondolom, hogy azért a háttérben zajló egyeztetéseken Paksról igenis nagyon sok szó esett. Hát a legkomolyabb szerződés ugye a két állam között, főleg, hogyha itt a nagyságrendeket, a pénzügyi nagyságrendüket nézzük. Ugyanakkor meg valószínű, hogy az lehetett az oka, hogy nem beszéltek róla, mert olyan akadályok vannak jelenleg még ebben a beruházásban, ami nem ezen a szinten fog eldőlni, hanem éppen az engedélyezés szintjén, ugye, ami jelenleg probléma. Ez a bizonyos létesítési engedély, hogy egyáltalán hogyan, milyen formában lehetne nekiállni a munkálatoknak? Hát itt azt kell tudni, hogy egy ekkora beruházásnál azért több száz engedély van, sőt, több ezer engedély van. Ennek egy ilyen összefogó engedélye ez a létesítési engedély, aminek azért nagyon sok előzménye van, rengeteg hatósággal, hozzátartozó, különböző érintettekkel kell egyeztetni, és onnan beszerezni az engedélyeket, és szemmel láthatóan ezek csúsznak elsősorban azért, mert nem jól van előkészítve maga az anyag. Csak az, hogy mindenki számára ez érthetővé váljon, Holoda úr, a létesítési engedély az az engedély, ami összefoglalja az összes szükséges engedélyt ahhoz, hogy egyszer majd azt a piros-fehér-zöld szalagot hivatalosan valaki átvágja, és akkor a mai naptól működik Paks 2? Nem, az majd a használatba vételi engedély lesz. A létesítési engedély az, hogy maga az erőmű építése úgy, ahogy az meg lett tervezve, vagy éppen még folyamatban van a tervezése, hogy az elindulhasson, és ahhoz a létesítéshez hozzájárul valamennyi érintett hatóság, szakhatóság és minden egyéb. Ez akkor azt is jelenti, hogy a Paks 2 beruházáshoz szükséges legelső munkálatok, ami valószínűleg ilyen földtani munkálat lesz, nem? Hogy ott nekiásnak. Hát ezt már azért elkezdték. Tehát az azért működik. Már aki arra megy, akkor az már látja, hogy ezeket elkezdték. Ezek általában könnyebb építési vagy kisebb építési engedélyekhez kötött tevékenységek, amikor előkészítik. Ugye egy ekkora beruházásnál már maga az előkészítési, a felvonulási területnek is külön engedélyeztetni kell, mert ott már olyan beruházások zajlanak, ami csak azt a célt szolgálja, hogy majd a beruházás, amikor zajlik, akkor ott különböző lakó, egyéb irányító épületek lesznek, előkészítő területek, ezekhez szükséges munkálatok már elindul. Na most a külügyminiszterünk Szijjártó Péter azt mondta, hogy ez a bizonyos létesítési engedély, aminek már most a csúszásáról beszélnek néhányan, ez 2020. június 30-áig megszületik, de ilyenkor ugye a hivatalnak van lehetősége mérlegelésre, ugye itt a vizsgálatokra, vagy gondolom a dokumentációk áttanulmányozásáról van szó, 15 hónapja, ugye? Hogyha így jól figyeltem. Na most azt kell tudni, hogy amiről Szijjártó beszél, az, hogy addigra benyújtásra kerül valamennyi olyan dokumentum, ami alapján a hatóság, az Atomenergia Hatóság, az majd meghozza a végleges létesítési engedélyhez szükséges határozatát. És hogyha ők úgy döntenek, hogy valahol valamelyik tervnél nincs valami rendben, akkor visszadobhatják az egészet? És vissza is fogják dobni, ez általában azért rendszeresen. Aki már hatósága bármi milyen ügyben, főleg egy építéssel kapcsolatosan eljárt, az pontosan tudja, hogy az úgynevezett hiánypótlási bekérések azok mindig ilyenkor jönnek, elkezdik átvizsgálni fejezetenként, megnézik, hogy mi hiányzik ahhoz, hogy ők ki tudják adni az engedélyt. Általában plusz ahhoz kapcsolódó engedélyek, vagy valamilyen tervrajzi dokumentáció, vagy a dokumentációnak nem megfelelő a nyelve, ugye ez most problémát okoz, mert ugye az oroszok alapvetően oroszul készítik el, és az, hogy itt magyar hatóság magyar engedélyt adjon ki, itt mindennek magyarul meg kell, hogy legyen. Mi ugye sokszor beszélgettünk már itt Holoda úr a stúdióban Paks 2-ről. Emlékeim szerint, amikor talán legelőször került szóba ez a téma és a beruházás, akkor ennek az átadási dátumát olyan 2025-2026-ra lőtte be talán mindenki, de talán ön az egyike volt már azon szakembereknek, aki már akkor azt mondta, hogy szinte ez tarthatatlan lesz.
Most van egy ilyen céldátum, hogy ha nem 2025, akkor mi a realitás? Hát ez bozasztó nehéz megmondani. Ha csak abból indulunk ki, hogy mondjuk 2020-21 környékén jön meg a létesítési engedély, és utána indulnak meg azok a beruházási műveletek, amik azért az alapvető reaktortelepítés és ahhoz kapcsolódó beruházási projekteket engedélyezik, én azt mondom, hogy 2030-32 előtt itt nem nagyon lesz ebből semmi. Mármint nem lesz Paks 2. Nem lesz Paks 2, ami beléphessen ebbe a rendszerbe. Ez kiadás tekintetében milyen terheket ró vagy róhat mondjuk Magyarországra? Hát a kiadás tekintetében az, hogy itt folyamatosan azt jelenti, hogy 2032-ig nem lesz belőle bevétel, tehát hiába lesz valami fajta adósságszolgálat. Ugye pontosan tudjuk, hogy ennek egy olyan hitelkonstrukciója van, amikor már hamarabb elkezdjük a hiteltörlesztést, mint hogy egyáltalán bevétel származon belőle. Minden ilyen jellegű csúszás az azt jelenti, hogy valahonnan azt meg kell előre finanszírozni, vagy pedig le kell ülni az oroszokkal és tárgyalni a hitelnek az átütemezéséről, amit azért egyetlen egy pénzügyi befektető sem nagyon szeret. Mert gondolom, hogy a tervezés, ugye, mint hogyha az ember egy sima ingatlannak a kivitelezéséről szokott dönteni, akkor ott meghatározzák, hogy ezt egy év múlva át kell adni, abban az egy évben számolnak azzal, hogy itt milyen munkaerőre lesz szükség, a munkaerő majd mennyi pénzt fog elvinni. Hát akkor itt tulajdonképpen most arról beszélünk, hogy itt plusz 5 éven keresztül kell mindenkinek a bérét folyamatosan fizetni, nem? Tehát pluszban. Én nem gondolom, hogy ezekhez az ilyen jellegű beruházásokhoz nem úgy szokták, hogy akkor az elején fölvesznek mindenkit, akire majd szükség lesz, hanem úgy ütemezik a beszállítókkal, az alvállalkozókkal a szerződéseiket, hogy majd akkor fogják őket fizetni, ahogy a tényleges munkaterület átadásra kerül, és a saját munkájukat elkezdik. Nem gondolom, hogy ez az alapvető probléma. Az alap probléma az, hogy egy csomó mindent már elkezdenek csinálni, azt a mai ismert technológiai színvonalon, hogyha abban bármilyen típusú változás történik, akkor azt nyilvánvaló, hogy valamilyen módon korszerűsíteni kell. Ebből következően minden egyes csúszás az azzal jár, hogy újabb csúszásokat hoz maga után, mert bővíteni kell, vagy változtatni kell magát az eredeti műszaki tartalmat. Ugye most 2019-et írunk, tehát akkor durván olyan 11 év múlva lehetne átadni Paks 2-t. Ez még helyek közel stimmel is, hogyha az ember megnézi azt az átlagot, hogy az elmúlt egy évtizedben ugye 63 új nukleáris reaktor létesült, ott az átlagos kivitelezési munkálatoknak az ideje az 10 év volt. Hát igen, ebben az esetben ugye azt is látni kell, és ez mindenképpen fontos dolog, hogy amikor most azokra a beruházásokra figyelünk, most függetlenül ettől a Pakstól, ami Magyarországon zajlik, gondoljunk csak a Tiszaújváros környékén, vagy éppen a nagy autógyárok beruházásaira, a legnagyobb probléma a munkaerő. Tehát az látszik, hogy ma Magyarországon nincsen ahhoz elérhető megfelelő létszámú munkaerő, hogy az ilyen típusú beruházásokat el tudja végezni. Már azt látjuk most is, hogy rengeteg olyan más országból beszállított vendégmunkással kénytelenek együtt dolgozni, akik biztosítják azt, hogy egy ilyen beruházás elvégezhető legyen. Tehát amikor papíron beszélünk valamilyen beruházásról, akkor mindig azt feltételezzük, hogy korlátlanul rendelkezésünkre áll a munkaerő, a különböző alvállalkozói kapacitás, és sajnos ez egyre kevésbé van így. Még egy gyors válasz várnék Öntől, ugye azt olvashattuk, hogy leállt a 4-es blokk a Paksi atomerőműben. Ez az egyes, tehát azért ne keverjük, ez az egyes Paks, ez két különböző vállalat. Így van. Nagyon fontos tudni. Én azt gondolom, hogy az, hogy egy ilyen bejelentés történt, az már egyfajta pozitív előrelépés, hogy nem próbálták eltitkolni előlünk. Történt valami fajta olyan műszaki zavar, aminek az elhárítása egyébként másodikán reggelre megtörtént. Másodikán reggel olvasható a Paksi erőműnek a honlapján, vissza is indult a 4-es blokk. Semmi egyebet erről a leállásról nem tudunk. Pontosan tudjuk, hogy nem veszélyeztette a nukleáris biztonságot Magyarországon. Köszönöm szépen, hogy itt. Én is köszönöm.